Tisztelt ünneplő közösség, kedves miskolci polgárok! 170 év. Ennyi telt el 1848. márciusa óta, amikor kitört a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavak alatt a forradalom. Megszületett egy parlamentális alapokra épülő ország, amely a szabadságharcot is vállalta a függetlenségért, az idegen hatalom uralmának felszámolásáért. És ami a legfontosabb, a saját alkotmányra alapozott Magyarország megteremtéséért. A forradalom költője Petőfi Sándor az 1848-as márciusi ifjúság lelkesültségén túllátva megfogalmazta, ennek a március 15-ének az eredményei olyanok, amelyek a napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben. És Lán Petőfinek igaza lett. Március 15-e nemzetünk egyik legfontosabb ünnepe. Igaz, hosszú évtizedeken át csak titokban lehetett pirosbetűs a forradalmi tavasz, hiszen csak a rendszerváltozás után válhatott az elnyomás aluli felszabadulásunk legfontosabb ünnepévé. Az önállóság és függetlenség iránti vágy eszméje pedig 170 év után is elevenen él. És elevenen kell, hogy éljen a nemzetben és minden magyarban. 1848-ban Magyarország önrendelkezési joga volt az egyik legfontosabb elérendő cél. Ezt a célt pedig akkor sem változtatták meg, mikor a forradalmat követően a szabadságharcot ugyan leverték, de a szabadságvágy kiszabadult szellemét már nem lehetett újra palackba zárni. A márciusi ifjak hittek abban, hogy a magyaroknak joga van a nemzeti függetlensághez, az önállósághoz, országunk szuverenitásához. És ahhoz, hogy a forradalmi eszmék ilyen jelentőséget kapjanak, összefogásra, egységre volt szükség. Hiszen eredményeket csak úgy lehet elérni, értékes tetteket akkor lehet megvalósítani, ha jobbító szándék mögé állva összefogunk annak véghezvitelére is. Ezért történelmi léptékű az érdem és eredmény, amit 1848-ban elértek. És ezek az elvárások ma is aktuálisak. Sok véráldozat kellett ahhoz, hogy ezt így érezhessük ma is. Értsük Széchenyi István szavait, tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Tanulnunk kell a múlt buktatóiból, de meggyőződésem, hogy Magyarországnak és az itt élőknek ma minden nehézség ellenére is biztos és stabil a jövője. Tisztelt ünneplő közösség! Azokat az elveket és szándékokat, amelyeket 1848-ban a nemzet egyetértésével 12 pontban foglalták össze, az első felelős és szabad magyar kormány tiszte volt megvalósítani. A Batthyány kormányba Miskolc is adott egy nevezetes reformer politikust, Szemere Bertalant, a belügyminisztert, a térség felelős országgyűlési képviselőjét. Szabadság és hazaszeretetből a miskolci polgárság 48-ban is példát adott. A forradalom emlékének tisztelete elevenen él városunkban, ahol az országban elsőként állítottak Kossuth Lajosnak egész alakos szobrot. Tanulságul a mának arra, hogy összefogással és felelősséggel jelentős, a közösség javát szolgáló tetteket vihetünk végbe. Kossuth Lajos egy látomásos gondolatában úgy fogalmazott: a haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. Érvényes gondolat ez, ha hazánknak egy kis szegletéről, városunkról van szó. Miskolcon nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, ami van, hanem az iránt is, amely lehet és lesz. A lesz, vagyis a jövő szempontjából reménykeltő tény, hogy városunkból megállt az elvándorlás. Ez a stabilitás és kiszámíthatóság felől nézve
egy nagyon jelentős eredmény. Arra ösztönöz, hogy még többet dolgozzunk, városunkért, és egyre vonzóbbá tegyük Miskolcot. Így tesszük. A város ma munkahelyeket kínál, országosan előkelő helyen álló turisztikai célponttá, kulturális központtá váltunk. 1848 fiatalsága cselekvőn tett a parlamentáris demokráciáért, a nemzet függetlenségéért. Erre az erőre, elszántságra van szükség ismét és mindig. Miskolc legyen a jövőjé, legyen a fiataloké. Tegyünk a fiatalokért, és tegyünk a fiatalok városáért. Minden lehetőség adott, hogy a fejlődés szem előtt tartva a város közösségéért dolgozzunk. Így tették ezt példamutató, a társadalmi-gazdasági felemelkedésért elkötelezett elődeink is, együtt, közösen. Bátorítsunk mindenkit, erősödjünk közösen.